Remekül kezdte a párharc második mérkőzését a DKKA együttese. A hazai csapat már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést, ennek köszönhetően 8-4-re elléptek az Érttől Máté Fieszter tanítványai. A félidő hajrájában azonban a vendégek egy gólt ledolgoztak hátrányukból, így 12-9-es dunaújvárosi vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben hatékonyabban védekeztek a vendégek és egalizáltak. Innentől kezdve fej-fej mellett haladtak a csapatok. 16-15-ös állásnál azonban megtorpantak a hazaiak, és az 55. percben már 4 góllal 20-16-ra Pest megyeiek vezettek. Ekkor azonban Máté Fieszter tanítványai váltottak is, pillanatok alatt egalizáltak, mi több, az utolsó percben a vezetést is visszavették. Az utolsó támadását azonban góllal fejezte be az érdi csapat, így a 7 méteresek következhettek, ahol Szabó Edina lányai ez alkalommal sem tudtak hibázni, így megszerezték a bronzérmet. Ezen a mérkőzésen ugyan sokáig vezetett a Dunafer, mert nagyon küzdöttek a lányok, és aztán amikor elmentünk, akkor sikerült egy ilyen balszerencsés időkéréssel visszahozni az ellenfelet. Szerencsére a lányoknak a helyén volt az esze, és a lényeg pedig a kapuban, a hetes védéseknél pedig rá mindig lehet számítani. A hazaiak edzője Mátéfi Eszter a mérkőzés miatt csalódott volt ugyan, de a csapat egész éves teljesítményére büszke volt. Amit az idén produkált ez a csapat, az erőn felül volt, és a mai mérkőzésen is. Tehát utolsó pillanatig azt kértem, hogy egy dolgot nem lehet, hogy nehogy feladják. És amikor az Érd elment 4 góllal, még volt szívük, pedig már azért elég fáradtak voltak, onnan felállni, és még meg is fordítani a mérkőzést. A meccslabda is a kezünkbe volt, sajnos kimaradt. Sajnos ilyen a sport. A hazaiaknak azonban így sincs okuk szégyenkezni, ugyanis a tavalyi 8. hely után a 4. hatalmas előrelépésnek számít.